üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, na jó, azért, azért nem teljesen éri meg, jó, csak hát valamit be kellek rakjak a címre, mert ha nem, akkor, akkor csak annyit láttatok volna belőle, ó, ma megint egy arbitration videó, na igen, biztos arról fog beszélni, hogy most már jó, de jó az arbitration, na de hát a lényeg az, hogy most megváltoztatták az Arbitration alertet. Tudjátok, azt az alertet, ahol mutatja, hogy éppen milyen fajta játékmód és melyik Warframe uh, az erősebb, ahol Vitus essence lehet farmolni, és Amazon Vitus essence eddig oly értékes cuccokat lehetett beváltani az Arbitress of Hexis-nél, hogy uh, minden nap oda jártam játszani. Tehát amióta kijött az Arbitration alert, én azóta a Warframe-ben mást, nem csinálok. Feladtam az életemet, és csak arbitration alertet játszok, mert az ott lévő a cuccok olyannyira értékesek, hogy. A, na mindegy, értitek az ironiát, azt hiszem. Szóval, a, vágjunk is bele. Mi változott az arbitration alertben, és mitől, miért éri meg most már játszani ott, illetve esetlegesen azt mondani, hogy közelít az endgame felé, ami felé a veteránok is esetlegesen szeretnének részt venni abban a kis játékmódban. Szóval megváltoztatták a rotation most már a Rotation sokkal igazságosabb, nem kell például egy Survivor-ben 10 perceket várni arra, hogy Vitus essence kapjál, ha kapsz, Érted? Nem kell 10 perceket várni, most már 5 percenként jönnek a jutalmak, és ezek a jutalmak között lesz vitus Essence. ezen kívül a piros drónok tudjátok amik megvédik az enemiket ezen kívül azok is dobhatnak vitus eszencet és elég jól dobják egyelőre majd biztos lenörfalik a rágba mert bementem és és összeszedtem egy csomó vitus egy félórás játék alatt szóval az eléggé jó jel azt kell, hogy mondjam továbbá még nem ért véget? Még nem ért véget a jóság, hölgyem és uraim. Új rewardok vannak, tehát új jutalmakat raktak be a drop, a, a drop table-be, tehát gondolom, Eddig egy egy darabot nem sikerült kiszedni belőle, ja nem. Az egyik új auramodot sikerült kiszedni belőle, mindjárt felolvasom, hogy miket kaptunk. Mert hogy kaptunk új auramodokat, és kaptunk új árkéneket. Na most az árkének között van olyan, amit egészen szívesen megszereznék, hogy őszinte legyek. Na de kezdjük az uh, Aura modokkal. Az első auramod az Aerodynamic, 6 uh, másodperc Aim Glide jamiközben ja, miközben aim gládolsz, kevesebb damage ja, 6 másodperccel, ha hosszabb ideig tudsz aim glindolni, és 24%-kal kevesebb damage nyelsz be, hogyha a levegőben vagy. Lesznek egyes akiknek ez biztosan hasznos lesz, talán, de amúgy nem feltétlenül használom, szóval nem az a mód, amiért nagyon szívesen bemennék, még mindig arbitration alertet játszani. Swift Momentum, 30% Faster Charge Attack Speed, 60% Eddőtt a Szóval gyorsabban fogsz tudni millizni, 30%-kal gyorsabban millizel, hogyha. Charge tehát hogyha nyomokatod az egér gombot, ugye is villog a kardod, olyankor 30%-kal fogsz gyorsabban kardozni, továbbá 6 másodperccel meg van növelve a időd. ez nem rossz, mert azzal a 6 másodperccel eh, ki tudok helyettesíteni ugye a kardokból egy modot, eh, konkrétan például a, a, a drifting kombót, az a neve, elfejtettem. Például ki tudom helyettesíteni, és ezáltal uh, betok rakni valami esetleg damage modot Megnöveltem a damage mert az aura módom ugye 6 másodperc, uh, 6 másodpercre növekszik a kombó időm. Tekintve mellé ez a fókusziskola is, bla blablabla bla, 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 egészen korrekt uh, mod, uh, aura mod ebből a szempontból, de valójában megérje. Te, te tartasz olyan karaktert, amire azt mondod, hogy én ezt csak milli, én ezt csak millire használom, és semmi másra, milli, milli, milli mánia. Uh, szóval, ja. Uh, következő az a neve, hogy Shepard, ez is egy auramold uh, ez a, hogy is mondjam, a kutyamacska Sentinel mániásoknak van. A lényeg az, hogy 180-nal megnöveli az armolt, és 300-zal megnöveli az életet. Szerintem ez egy szarmod. Amúgy nagyon használják az emberek a kutyák, macskákat. Szóval igazából 300 al megnövelni az életet, és az armolt 180-nal ugyanolyan egy hit lesz level 100-nál az a szerencsétlen kutyamacska. Úgyhogy ettől, ettől szerintem ez egy szarmod. Uh, combat discipline uh, allies gain 20 health when they make a kill but the aura uh, bearer loses 10 health when the bearer makes a kill, na most ez a combat discipline, ez egy jó mód, annyit tesz, hogy a csapattársait 20 életet nyernek, amikor ölnek de ha nálad van ez az aura, akkor te 10 életet fogsz uh, veszíteni um, hogyha csinálsz egy killt Na most ez nem rossz, ez a mód az olyan uh, warframe mint például az Oberon. Azt hiszem. Szóval képes lennél például, vagy bármelyik uh, warframe, amelyik instant tud életet tölteni, vagy nagyon gyorsan tud életet tölteni, ez a Combat dis uh, Disciple, ez ez. Uh, bocsánat, Combat Discipline, ez egy jó aura mod. Egy, egy jó összeszokott, megszokott csapatnak, haverokkal berakod, és valá, voilà, mehetsz is zúzni, szóval. Uh, ja, megteszi. Ucsó, ucsó mod a Milli Guidance névre hallgat. Reduce Milli Combo Timer on a self by 6 seconds, increase Milli Combo Timer for allies by 12 seconds. Na ez se egy rossz dolog, hogyha úgy vagytok a csoportban, hogy mindenkinél van egy ilyen Milli Guidance igazából, mert ez azt csinálja, hogy neked 6 másodperccel lecsökkenti a kombó, a kombó, idődet, viszont a csapattársaknak 12 másodperccel megnöveli, ami azért nagyon sok idő legyünk őszinték. Szóval, ja, ez, ez nem egy rossz mód, megint csak csapat munkára ösztökél, és arra, hogy legalább két embernél legyen bent ez a mód abban az adott csapatban. Na de, Uh, Beszélgessünk uh, egy kicsit az um, arcane uh, Arkin Primary Charger az lesz az egyiknek a neve, tehát Primary Charge-ből. On melee kill, 20% chance that the primary weapon damage is increased by 200% for 8 seconds. Ez annyit tesz, hogyha a Millivel vel karddal megölsz valakit, akkor az elsődleges fegyvered, vagyis olyan lősz, az 200%-os damage-et fog nyerni 8 másodpercig. Bitch, please. Ez, a, ez az arcane, ez a primary charger, ez a mostani warframe-be való arcane. És hogyha lenne ezen kívül egy másik endgame, ahol ez a ez, a, ez a Arkin Charger, Primary Charger, ez, ez értelmet nyerne, akkor ez egy kurva jó arcane. Ez egy jó árké, ezért érdemes bemenni, formolgatni, de elég kicsi lesz valószínűleg rá az esélye ahhoz, hogy, hogy, hogy ez meglegyen. Arcane Blade Charger On primary weapon kill, 20% chance that the milli damage is increased by 200% for 8 seconds. Na most ez fordítva van, hogyha lelősz valakit az elsődleges fegyvereddel, akkor megnövekszik a milli damage-et 200%-kal, szóval akkor képzeljük ezt most, ezt most elég kicsit van nálad egy Rino, egy Roar-ral vagy esetleg egy szarén, mindegy, de Rino Ror, és ez a két Arkén, The fuck kategória, ugye? Um, Arcan Pistoler, um, ez annyit tesz, hogy on pistol headshot kill 30% chance to gain 100% ammo efficiency for 4 seconds, szóval um, hogyha headshottal ősz 30%-kal 30%, 30 eséllyel nyersz 100 ammo efficiency, vagy nem fog fo fogni, négy, másodpercig nem fog fogyni a lőszered. Meh, meh, nem annyira, igaz, nem. Arkin Bodyguard on 6 millikills within 30 seconds, Hill Companion by 600. Ez egy szar Arkin, ez az Arkin Bodyguard, hogy őszintén legyek, erre van mód, ami jobban teszi. Tehát annyit tesz, hogy ha 6-ot ölsz, 6 hat, uh, hat másodpercen, bocsánat, 30 másodpercen belül, ha 6-ot ölsz, 600 a felgyógyítja a a kutyamacska barátaidat. Um, erre van mód, ami jobban csinálja ezt, azt hiszem. Szóval én, én pff, ezt a Sarkin Bodyguardot nem, nem, nem tudom, hogy miért használ, miért akarnám használni, hogy őszinte legyek. Arkin Tanker on heavy weapon uh, gain of 1200 armor for 16 seconds. Ez nem rossz, illetve, hogy nem rossz. Szóval, hogyha behívod az fegy fegyveredet, ha lehívod játék közben, kapsz 1200 armort 16 másodpercig. Um, szerintem szerintem úgy, úgy, úgy korrekt, azt hiszem. Tehát 1200 armor igazából nem olyan sok, hogyha durvulásra kerül a sokat, de, de amúgy, amúgy, amúgy móka, szóval igazából azt hiszem hivatott helyes, a pókharcnál, a pókharcnál nagyon jó fog jönni, mert hivatott, az, megkapod azt az 1200 armot, 16 másodperc, az nagyjából az az idő, amíg, amíg észbe kapsz, hogy lejött az archgun 50-en körbe, és megakadályozza az, hogy néha-néha ugye instant elesél, miközben lehívod az archgun szól. Szóval kapsz, egy, kapsz egy, egy kaput, ahol kevesebb damage fogsz benyelni, és a, a pókharcnál, ha tartasz egy warframe ami pókharcos, akkor ez az Arcane Tanker, ez, ez, ez um, valószínűleg uh, jól fog neked uh, jönni. Szóval uh, ez mind benne lesz eh, a, a dropba, ezen kívül még van egy háromszoros Vitus Essence bundle, amit beraktak a drop, drop table be szóval ha játszol, megvásárolni sajnos ezeket nem tudod az Arbitrace of Hexis-től, viszont ugye ha játszol, akkor benne lesz a drop table be benne lesz egy valamennyi eséllyel, um, ki fogod tudni őket farmolni, és se tudja mennyi eséllyel ki utána nézett, az kérem. Um, írja le. A kérdésem a következő. Most már van-e kedved neked elmenni Arbitration Alertre? Most már megérjénél? Azt hiszem, hogy ezekért az új árkének ér mindenképp, tehát már manapság amúgy is azért jelentkezem be Borsonban, hogy esetleg valami kötelezőbb alertet megcsináljak. Most mondhatnám az, hogy hogy most már nem gurulgatok az űrhajomba fél óráig, és döntsem el, hogy mit akarok csinálni, esetleg még legyártok egy energiafeltöltőt, vagy egy életfeltöltőt, és utána kijelentkezik a játékból, hanem megesett, hogy ezekért az árkénekért igenis um, érdemes lesz belenni. Az, a primary charger és a blade charger, a buddy, uh, bocsánat, a tanker, ezek egész, egész jó árkének. Némelyik auramod mod uh, is, Um, egész jó, hogy őszinte legyek, szóval um, ja, ja így, így már jó és ugye dupla annyi, szinte dupla annyi vitus eszencet kapunk, szóval um, korrekt e, persze azért, mert hogy a vitus eszencet uh, megkapjuk egy kicsit, kicsit többet kapunk, egy másfél szeresére emelték az árakat az Arbitress of hexisnél um, cserébe, szóval ja emellett jöttek még egy csomó Bugfixek, ez egy, ez egy végre update volt, szóval ez, ez nagyon kellett a, a ennek a játékmódnak, az Arbitration Alertnek, mert, mert nagyon elhagyatott lett a játék, és nem nagyon szerették. És ugye ezt úgy azért találták ki, hogy, hogy, hogy a veteránok, hogy valamiféle endgame, viszont csaltak ott, hogy az enemik kicsit gyengébbek és könnyebb őket lelőni, meg plusz ez a 300%-os erő ö, viszony című történet. Na jó, srácok, ennyi, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig iratkozz fel, csengőjelecskére rá, hogy kap értesítést a videókról, Discord szerverünk a videó leírásában, bárki csatlakozhat, klámba lehet jelentkezni, jelöl be a játékban, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!